Diák Olimpia megyei döntője. Fiú-lány vegyes, első, második kategória, harmadik, negyedik kategória, illetve jobban lehet érteni alsós, fősős gyerekek. Külön versenyeznek az alsós lányok, az alsós fő és a fősős lányok fősős fő. Ugye innen lehet tovább jutni Kecskemétre az országos előtt. Általános iskola keretein belül hogy tudta, vagy miként szerveződött meg a torna sport egy ilyen kis településen? Ez nagyon régi történet, amikor én elkezdtem adni a tanítási gyakorlatokon Szegváron. Én már úgy mentem ki, hogy a torna szerelmesebb voltam, valamikor középiskáskorban aktívan tornáztam, és amikor kikerültem, igyekeztem a tanítványomba is ezt a torna szeretetét átbántálni, és ennek olyan sikere lett, hogy aztán később versenytől se sőt, nem csak hogy indulunk, mi rendezünk is versenyeket. Én nagyon szeretném, hogyha a két szegedi jó iskola után azért valahol ott a dobogó környékén vagy a közelében lehetünk a gyerekeinkkel. Az Arany János és a Vörös Sándor még nagyobb múltra tekint vissza, mint mi, de nagyon szeretném, hogyha a csapatom azért szorosan végeznek. Anyika már eleve úgy viszont a kisgyermekét, hogy valahogy is tornázott, hogy ő is szerette a tornát, vagy legalábbis valamilyen kapcsolata volt itt vele. Elsőben kezdtem a tornát, azóta minden egyszerűen szinte ott vagyok, csak akkor hagytam ki, hogyha valami sokkal fontosabb teendőm volt. Hát ugye fél év után kezdtem a tornát, és szerintem ez jó, mert a testnevelés tanára felfigyeltek arra, hogy nekem nagyon jó a mozgásom, érdemes lenne, és hát nagyon is szeretem ezt a tornát, edzéseket, és számomra mindig új tapasztalatokat kapok. Nagyon rákapcsolunk, hogyha éppen verseny közelünk, mert ugye akkor oda kell tenni magunkat. Szerintem ez egy viszonylag könnyű sportág, de azért megéri gyakorolni, mert gyakorlás nélkül nem ér semmi. Az általános iskolák szintjén a szegedi intézmények közül is ki kell emelni az eseménynek is otthont adó Arany János általános iskolát, amelynek szintúgy régi és jelentős hagyományai vannak e sporták területén. Pedagógusnak köszönhetjük Bélteki Lának és Bélteki Lékántor Tündének, akik évekkel ezelőtt indítottak ezt a sportot az intézményben. Kis Fanni vagyok, harmadik át, nekem a gerenda a kedvenc szerem. 4 éve tornázok, és a gerendában azt szeretem, hogy a szöpkent.
csapatból 3x12-15 csapat van. A fiúkból az alsósokról beszélek csak. A fiú csapatok közül van 4 alsós csapat és 2 fősős csapat. A lányoknál a fősős csapat létszáma, ha jól tudom, 8. A fiú lehetne több, a lány az teljesen korrekt, teljesen normális létszám. És hála Istennek nagyon sokan vannak az alsósok közül. Ott van a legtöbb induló, ugye ott van a 15 csapatot. Én szerintem ez az első 3 jut tovább az országos elődöntőre, amit említettem, Kecskeméten lesz. Gyűrűre kaptam 8-8-8-9-et. Többit nem tudom. A gyűrű az egyik legnehezebb szerem megtartani magát. Nem, nem. Szerintem az a legkönnyebb. Szerintem is. A gyűrű nagyon könnyű. Mert nem kell mindent használni, mint például a talajban. Az arany valóban nevéhez méltóan halmozta az érmeket, hiszen valamennyi korcsoport egyéni és csapatversenyét is megnyerték. A szegváriak egy harmadik helyet értek el az alsós fiúknál. A lányok versenyében Kis Fanni második helyezést szerzett. A kecskeméti területi selejtező után az országos döntő március végén lesz Makón. A Tiszapart TV nyomon követi a jövő tehetségeinek útját a döntő végéig. A felsős lányok, illetve a felsős lányok a Vörös Sándor Ádám iskola továbbításával reménykedem. A fiúknál tudom, nagyképpen hangzik, de meg fogja nyerni az arany az alsó és a felsős fiúkat is, a fiúcsapat versenyt is. És én már mondom, hogy meg vagyok a gyerekek munkájára elégedni. Ami többet ér, mint az eredmény.